január 1-től ugye itt elvileg Aragóna és Alicante között az AP, tehát a fizetős autópályás ingyenes lett. Itt még a tábla azt mondhatja, hogy fizetős, de most megkockáztatjuk és felmegyünk. Több forrásból is ezt olvastam, illetőleg a helyi autópályák kezelő honlapján is ez volt. Úgyhogy mindjárt kiderül, hogy lesz-e kapu, vagy nem lesz kapu. Igen, mert a GPS-ek azok még nincsenek átállva egyébként, tehát a térkép az nem látja, hogy ez ingyenes. Ki volt írva, hogy menj át magállás nélkül, úgyhogy eddig jó. Itt vagyunk a kapunál, és de nincs kapu. A sorompót eltüntették. Pipi! Azt mondja Dénes, hogy azért tették ezt fizetős, vagy ingyenesé, mert ez az N340-es itt a Dembara környékén, ez volt az egyik halálút itt, ahol itt sok baleset volt, és azért vette valószínű vissza az Ánon bácsi ezt a dolgot, olyan, mint nálunk a 4-es. Vagyunk az Ebró folyónál, éppen fogyasztjuk az ebédet, vagy 10 órait. Közben Döme Gabi bácsinak az ebrói horgász kalandjait nézzük. És hogyha kitekintünk az ablakon, ott a horgászbotok, és egy bácsi, most vágott be az előbb, nem tudom, kivette pont le késtem, de szerintem tuti fogott valamit, ott van még rajta, és még mozog a spitz. Itt vagyunk a Delta Ebráin. Az Ebró Deltán, Riumárban. Most megyünk a kilátóhoz. Itt vannak a horgászbácsik. És hát csak ez az egy, meg vissza volt még egy. És itt már egyre több a horgász a kilátó tövébe. Halat még mindig nem láttam. Kapás, van kapás. Egy kis tyuka. Fognék már valamit, itt már láttam halat, egy ember halat fogni, úgyhogy dzsigel nem jó, arra már rájöttem, mert az egyből beszakadt, mert tisztek ilyennek kell az alja, és egyből beakad, így marad a wobbler.
le plenára, és ki fog most derülni, hogy van-e hely számunkra. Nagy valószínűséggel nincsen, mert már visszafelé is útközben rengeteg autót láttunk állni, lakóautót, meg van, aki ott kívül áll. És hogy valószínűleg, hogy fullon van, 2 éve álltunk itt, akkor azért nem voltak ennyien, ez egy jó kis hely. Teljes teltház. Nem tudjuk mire vélni ezt a tumultust Kittivel, ugye a másik oldalon is állnak. Hogy ez most azért van, hogy most ünnepek vannak, vagy mi van. Még ugye a szilveszter utózöngéje. Itt ez egy leeresztő hely, ahogyan a másik is. Ez is egy szerviz, hogy itt 4 szerviz hely van. Full tele erről is. Arról is. Na, jó reggelt mindenkinek innen Castellón della Planából. Ott éjszakáztunk több autóval együtt, mert itt a mögöttem látható parkoló. Hát már most ürült, de az eléggé fullon volt, sőt még itt kint is parkoltak emberek. Hát most is elég sokan vannak, nem tudom, hogy mi van itt. Nyáron nem volt ekkora tömeg régen, mikor itt voltunk, legalábbis másfél éve. De már most ide át tudnánk állni, de itt mosogatunk, fürdünk, ilyesmi, aztán majd begurulunk szervizelni. Az idő sajnos nem rossz, 7 fok volt reggel, de nem süt a nap, úgyhogy hát húzunk tovább Alicante irányába. Gyanús, hogy valószínűleg a vakációkat töltők, mármint hogy akik oda vakációztak még ugye itt a szilveszter karácsony, és nem tudjuk, hogy most amiatt van csak ilyen nagy tömeg, vagy hogy mi történik itt télen, de nem mindegy, ezek az emberek azért ugye elszédelegnek, csak ugye mi este mindig ez a hátránya a késői érkezésnek. Szerencsét van 4 szervizhely, úgyhogy lehet pörgetni a dolgot. Nyáron egyébként szezonban figyelik is, és csak két éjszakát lehet itt eltölteni. Na, úgyhogy megyek is vissza. Jobbra itt ez a terepszínű csoda. Francia, és ott állunk ugye mi. Itt van előttünk megint a francia bácsi. Itt látszik, hogy folyik végig, és majd ide befolyik. És az előző helyen is pont így volt, hogy itt állt mögöttünk, így alánk folyt, és akkor utána arrébb állt, hogy ne lássák, hogy ő volt. Holott csak oda kéne átgurulni, és ott a szervizhely. Azt is mondd el, hogy utána belőlünk is folyt egyébként. Igen, de nekünk nem azért, mert nyitva hagyjuk, hanem csak azért, mert túl csordult. Mert egy picit így félreálltunk. Igen, tehát így azért néha előfordul, de igyekszünk elkerülni. De itt is nem van, kifolyasztok. Ja. Az angolok. Na és akkor az ilyenek miatt mondják majd, hogy bunkók a lakóautósok. És ahogy a koma kifogyatta a vizét, angolosan távozott, vagyis inkább franciásan. Készültünk, megint kopogtak a rendőrök, mert ugye itt begyűltek a fejek ebbe az oldalba. Nagyon nem is aggódtunk, hogy beálljunk a máskor, hogy délelőtt lett volna hely. Ugye elhúztak a többiek, éppen itt jönnek. És még nem nagyon aggódtunk, mert úgyis indulni akartunk, úgyhogy indulunk is. De ezt ne úgy fogjátok fel, hogy most itt mindenkit megesznek a rendőrök. Orba szájba látjátok, már most is elmentek, hanem meg nem az van, mint Magyarországon, hogy egyből büntetjük a népet, mert rossz helyen álltál, hanem szólnak, hogy menjünk már el. Jó, mondjuk a múltkor volt ez a kerékbizonyos eset, amit felvettem, de az igazából ott még ilyet még nem láttam én se sose. Meg most nem tudom, milyen bolondok háza, amit mindenhol nagyon sokan vannak most.
Most csak egy 30-40 kilométert menjünk egy új helyre, ahol még mi sem voltunk. Mi a neve, Kitty? Monkofa. Monkofa. Na, mindjárt meglátjuk. Még Kitty kérte, hogy tegyem hozzá, hogy semmi bunkózás nincs a dologba, tehát tök rendesek, bekopognak, hogy legyen szíves, álljon már arrébb, mert itt nem lehet, tehát nem az, hogy jó napot kívánok! Itten tilos állni! A GPS lehozott bennünket a, hát majdnem földút, éppen nem földút, de itt egy ilyen kisebb útra. Itt jövünk a narancs ültetvények mellett, itt végig ilyen rengeteg narancs színesedik. Azért hozott le bennünket itt a mellettünk lévő földútra, hogy lopjunk narancsot. Megmondják, hát ezek hülyék. Narancs néző túra.